Lejátszott a idei első felkészülési mérkőzését csapatunk. Az ellenfél az NB1-es Paks gárdája volt. Lucsánszki Tamás vezető edzőnk a kezdőbe rendelte az újak közül Szilágyi Pétert, Papp Mátét és Csirus Ádámot. Túl sok helyzet nem volt a 90 perc alatt, és általában inkább az ellenfél dominált. A paksiak jó nevekből összeállított kezdő 11-e erősnek bizonyult nekünk. 2-0-ás vereséget szenvedtünk. Hát ahhoz képest, hogy egy első edzőmérkőzés volt, azt gondolom, hogy elég szervezettek voltunk, előrefele játékot hiányolok, meg egy-két tudatosabb dolgot, amit természetesen rengeteget fogunk gyakorolni, de most még keveset csináltuk, tehát ebből nyilvánvalóan következik az is, hogy a pályán nem látom úgy vissza. Holnap ugye kezdődik egy párnapos mátraházi kirándulás, ott mi lesz a csapattal, hogy tervezed? Hát ugye ennek kettős célja van, ugye egyik ugye szeretnénk ezt az első két hetes munkát lezárni, illetve hát egy ilyen csapatépítő tréningszerű dolog lenne, illetve nem is tréning, hanem egyszerűen csak az, hogy két napra összezárom a csapatot, ugye hogy sok új játékos van, megismerjük egymást, ennek ez a kettős célja. Legközelebb jövő hét szerdán játszik edzőmérkőzés csapatunk, akkor az ellenfél a Dunaújváros csapata lesz.